Bár a vírushelyzet jelentősen átírta a Fátum Nyíregyháza felkészülési programját, egy 4 csapatos tornát azért meg tudott rendezni a klub. Az elmúlt hétvégén 3 extraligás csapat látogatott a Continental Arénába, ahol udvariatlan házigazdának bizonyult Németh Szabolcs együttese. A nyíregyháziak a DVTK, a Balatonfüred és az UTE csapatát is szetveszteség nélkül győzték le, így hibátlan teljesítménnyel nyerték meg a tornát. A második helyen a balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémia csapata végzett, megelőzve az Újpestet és a Diósgyőrt. Nagyon elégedett vagyok ezzel az elmúlt 2 nappal, mondhatni ezzel a 24 órával, igazából így be lehet szűkíteni, mert a lányok bebizonyították azt, hogy mind a 3 mérkőzésen maximálisan koncentráltak, maximálisan betartották azt, amit megbeszéltünk. Még nem mentünk bele annyira mélyen, amit ténylegesen szeretnénk játszani majd a bajnokság folyamán. Egy nagyon alapjátékot próbáltunk stabilan játszani, és én úgy gondolom, hogy az eredményekre is nézve, meg a játékot önmagában nézve nagyon stabil volt, és nagyon mondhatni meghatározó volt minden csapat ellen a játékunk, mert egy szett volt az, amikor a 3 mérkőzésen elérték akár a 20 pontot. Én úgy gondolom, hogy ezt mondhatjuk egyfajta erődemonstrációnak is, ami nagyon fontos volt számunkra, mert a 3 csapatból 2 azon az ágon van a kupában, ami nekünk a döntőig vezethet. Én ezt a játékosokban nyomatékosítottam, hogy már itt lehet egyfajta fort szerezni a későbbiekre, hogy bemizonyítsák maguknak is, és az ellenfélben meg nyomatékosítsák, hogy nem lehet ellenünk keresni valójuk. A nyíregyháziak közül hiányzott a sérüléssel bajlódó Pintér Andrea és a betegségből lábadozó Henezis Francesco. Az ő visszatérésüket követően még hatékonyabb lehet a nyíregyházi csapat játéka. Én nem mondanám, hogy ez volt az extra játékunk, én nagyon remélem, hogy ez volt a stabil játékunk. Én azt kértem a lányoktól, hogy azt, amit játszunk, a stabilan játsszuk, és ezt tényleg 3 mérkőzésen keresztül hoztuk is. Nagyon meghatározó volt ő számomra az, amit láttam, nagyon-nagyon tényleg élvezhető röplabda volt, és még egyszer mondom, hogy ez nem extra volt, hanem stabil. És hogyha ezt fogjuk tudni hozni, és ehhez tudjuk hozzátenni azokat az apró dolgokat, még amiket beleszednénk vinni, úgymond színesítés gyanánt, akkor még élvezhetőbb lesz, de az nem mehet a stabilitás rovására. A Fátum Nyíregyháza csütörtökön még játszik egy zárt kapus felkészülési meccset a Békés Csavával, majd jövő csütörtökön már az Extraliga nyitó meccsén fogadja a Continental Arénában a Kaposvárt Németh Szabolcs együttese.